örökké a világ sem áll. Eloszlik, mint a buborék, s marad, mint volt a puszta lég. Hőgyészről, Kakasdról és a Völgység településeiről érkezett az a 30 középiskolás, akik indultak a Bonyhádon megrendezett Vörösmarty Mihály emléknap és Tolna megyei szavalóversenyen. Első alkalommal hagyományteremtő szándékkal szervezte meg a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ az intézmény névadójának tiszteletére azt az emléknapot, amely ahhoz kapcsolódik, hogy 218 évvel ezelőtt született Vörösmarty Mihály. Több területet ölel fel ez a program. Elsőként egy szavalóverseny zajlott itt az intézmény berkein belül, ahol is két korcsoportban mérték össze felkészültségüket a fiatalok. A középiskolások egy előre meghatározott kötelező és egy szabadon választható Vörösmarty verssel neveztek. A programot a Vörösmarty Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert támogatásból valósította meg. A szavalóverseny után a Művelődési Központban Vörösmarty Mihály, Csongor és Tünde című művét mutatták be a résztvevő iskolásoknak.